Sziasztok, ez itt a Busa BT videoblogja második évad újra. I'm back! Mi történt eddig? Sok volt ez nekünk, Tibi. Asszony nem engedte. Tinder accountom úgy csörgött, hogy nem vagyok beregisztrálva. Vissza kellett jönni dolgozni. Nagyon sok munka csinálni egy ilyen videót, úgyhogy időből pedig viszonylag kevés volt az elmúlt időszakban. Nagyon tetszett, meg nagyon szerettük csinálni, és nagyon pozitív visszajelzéseink voltak, amiket nagyon-nagyon-nagyon köszönünk. Jó dolog ilyet hallani, hogy van értelme, amit csinálunk. Most jutottunk oda, hogy végre tudjunk megint foglalkozni vele, vagy végre megint vettünk egy nagy levegőt, hogy megint csináljunk hasznos tartalmakat. Ne legyek olyan, mint Szirmai, hogy megérek mindent, azt eltűnik megint két évre. Figyelünk, Gergő. Az valószínűleg sokba kerülne, hogyha valamelyik videójában azt mondaná, hogy #busa. #busa forever. #busa or nothing. Eltűntünk, bocsi. Üdvít újra. Szóval, ebben a részben kultivátorozni fogunk. Meglepetés! Chill. We can figure this out. Ezt nem csinálnánk más, de komolyan. Hát nyilván forgókapáról lesz szó. Egy speciális felhasználást nézegettünk. Korábban már Facebookra is kiraktunk róla a képeket. Ez fóliás paprika sor közművelő kultivátora. Már néhány évvel ezelőtt először talán Svédországba adtunk el. Ez egy nagyon izgalmas történet volt. Fóliás kukoricában, ugye Svédországban kicsit cidri van. Ott volt talán az első, hogy fóliába sorközkultivátort adtunk el. Jó messze kísérleteztünk. Aztán tavaly Franciaországban szamócát kapáltunk fóliába, és onnan jött vissza a visszacsatolás, hogy nagyon-nagyon örültek neki, hogy jé, ezzel rá lehet menni a fóliára is, és max kicikke olyan szélét, és nem szaggatja ki az egészet állományostól mindenestül. Szóval amikor tavasszal megkeresett Hódi úr, hogy tudunk-e ilyet csinálni, akkor viszonylag maga biztosan. Not shoot it. Aha. So, should I shoot it? Shit, here it comes. Ja, csak kicsit bizonytalanul vágtam rá, hogy csináljuk, jó lesz. A telepítéséből fakadóan egyesével kell művelni a sorokat, tehát ugye a traktor hasa alatt egy darab fólia csíkot kapálunk tulajdonképpen egyszerre. A trükk itt, ami miatt a forgókap a muszáj, az a fólia. Ugye a fóliába, ha a hagyományos kapával beleakadunk a fóliába, akkor az nagyon csúnyán meg tudja rántani az egészet, és megsérül benne a növény, meg az egészet föltépjük. Szóval ez nem igazán megengedhető. Ha viszont egy racionális védőtávolságot engedünk, mert a telepítésnél a fólia csík se annyira euklideszi egyenes, mint amennyire szeretnénk. Valóban, emesorok nem méltóak a nevemre. Szóval ha hagyunk védőtávolságot, akkor pont a legrosszabb helyen a fólia tövébe fog nőni a gaz. Lehet kézzel kikapálni, szóval nem 2022-ben való történet. És itt most sikerült nektek lencse végre kapni, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni a forgókapával. Ugye két dolog, ami súlyos benne. Egyrészt, hogy gyomok vannak, és azokat ki kéne írtani, de úgy becsületesen. A másik meg, hogy a fóliát ne rángassuk. És a forgókapa, ahogy ott a... Hát ez esetben nem a növényhez közel, hanem a fóliához közel, ahogy ott kapál. A lecsapó kések, ha belekapnak a fóliába, akkor is egy függőleges vágást ejtenek rajta, és úgymond kicikkolja a szélét, de hogy akkorát nem húz a fólián, mert hogy vágja inkább szét a fóliát, hogy magát a növényt is megsértene, vagy magát a fóliát elrántaná. És a legrosszabb eset, hogyha rámegyünk, az, hogy összevagdossuk a szélét, de hogy na és majd következőleg is itt fogunk jönni, és következőleg is ki fogjuk kapálni belőle a gazakat. Tehát, hogy ez így teljesen jól működik. Cserébe elég nagy tempót lehet vele menni, tehát hogy itt is tudjuk hozni ezt a 10 pluszos sebességet, ami elég rendesen megnöveli a termelékenységét. Most, amit láttok a képeken, videókon, az ilyen indázós folyós növény, jegeskének hívják, amúgy meg talán porcsin hivatalosan, gépészmérnök vagyok, maradjak a kaptafámnál. Gonosz történet, tehát hogy a fóliában nem akadnánk bele a merev kapával vagy a rugós kapával, akkor majd ezt jól összeszedjük. Hagyományos bejáratott megoldások nem igazán sikeresek ilyen területen. Általában kézi kapálással szokták kiegészíteni a valamilyen sorközművelést, azért is fóliázzák, hogy minél
minél nagyobb felületet próbálnak gyommentesen tartani. De manapság egy dolog a pénz, a másik meg, hogy nincs is ember, aki kapálja. Itt például viszonylag kötött talajról beszélünk, és elég kötött talajról beszélünk Szegeden. Tehát egy kapás ember sincs, de a kapás embereket is megválogatná, hogy ilyen talajon kapálunk vagy nem. Nyilván ezért ez egy nagyszerű megoldás erre a problémára. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy ahány sorba telepítjük, most beszélhetünk akármiről, vetésről, ültetésről, palántázásról, oda teremtette a Jóisten, ahány sorba ment lefelé, annyival érdemes kapálni, vagy annak egész számú osztójával. Tehát 8 sort kapálhatok 4-jel, 6-tal, nagyon jól kell telepíteni, vagy vetni, ahogyha 6-8 sorról beszélünk. Fóliát, ha egyesével rakjuk le, akkor illik egyesével kapálni. Két dolog lehet belőle. Az egyik, hogyha GPS-szel van lerakva, és tényleg biszti-biszti nagyon-nagyon egyenes, akkor be lehet vállalni kettőt, hármat, négyet, szóval mehetünk fölfelé. Feltételezném, hogy a gép szélesség lesz a korlátozó tényező, amivel mozogni tudunk. 6 méter fölé azért nem nagyon kéne menni. Igen, ha szűkre van vetve a fólia, akkor az tud problémát jelenteni. Jövőre telepítsük szélesebbre. And modern problems require modern solutions. A rotor maga 52 centi standard állapotában. Léteznek csalós kések hozzá, amikor kicsit rövidebb kést rakunk bele. Egy picit romlik tőle a hatékonyság, úgyhogy ha nem muszáj, akkor nem ezzel kezdenénk a dolgot. Sokkal kisebb rotor lényegesen problémásabb. Azért is szenvedünk még mindig a cékánk, ugye a zöldségművelő, vagy cukorrépaművelő, vagy szójaművelő baby rotorunkkal, mert ahogy megy összefelé a rotor a probléma, meg ugye a gyom, meg a rög, annak meg a mérete ugyanakkor marad, és nem nehéz elképzelni, hogy egy bizonyos méret után kiröhögik a gazok, meg a rögök a rotort. A mezőgazdaság ez egy komplex játék, nyilván technológia. Tehát, hogyha az ember beruház egy ilyen gépbe, akkor valószínű jövőre már úgy fogja telepíteni az akármilyen növény kultúráját is, hogy figyelembe veszi. Tehát ezt már tapasztaltuk a hagyományos szántóföldi kukoricasor közművelésnél is, hogy klasszik gondolat az, hogy a csatlakozó sort inkább szűkre vetjük, tehát hogy a vetésnél inkább arra menjünk, hogy még egy sort felpasszírozzunk a táblára. Ha az embernek forgókapás sort közművelő kultivátora van, akkor a második évben már nem fogja összepasszírozni, mert ha nem fér be a rotor, akkor abból kár lesz. Szintén zenész, ha a fólia az első évben szűk volt, igen, az első menet előtt még szűk lesz. Ha átmegyünk benne egyszer, akkor utána nem lesz az, tehát hogy belevágja magát a forgókapa. Szerencsésebb, hogyha a következő évben szélesebbre van telepítve. Köszönjük szépen a figyelmeteket, reméljük, hogy tartós lesz a visszatérésünk. Ha vannak izgalmas témák, amik érdekelnének benneteket, akkor kommenteljetek adott felületen le, föl, jobbra, balra, írjatok e-mailt, füstjelek, papír, csigaposta, jöhet minden. Megpróbálunk izgalmas dolgokat összehozni.